Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai napon fizika kisheteket fogok bemutatni önöknek, mégpedig a rezgések témaköréből. Azt tudom javasolni, hogy amennyire tehetik, jegyzeteljenek, mert az nem árt, hogy egy kicsit megmozgatják az agyukat korán reggel. A rezgésekről általánosságban azt el lehet mondani, hogy ha van egy fizikai mennyiség, akkor amely időben periodikusan változik, akkor azt rezgésnek hívjuk. Abban az esetben, hogyha ez a rezgés ez valamilyen harmonikus függvény szerint változik, akkor harmonikus rezgésnek fogjuk hívni. Történetileg is nagyon sok szerepe van ezeknek a rezgéseknek. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy elsőként talán Galilei volt, aki ezzel komolyabban foglalkozott. Galilei azt vette észre, hogy az ingáknak a lengés ideje kis kitérésik idején állandó. Föl lehet tenni a kérdést, hogy Galilei korában hol találkozott kis kitérésű ingákkal, amelyeknek állandó volt a lengés ideje. Hát talán ez ma már nem annyira világos, de sokan voltak úgy akkoriban, hogy sokan, szinte mindenkinek kötelező volt, templomba kellett járni. A templomban pedig a világító testek, ugye ezek a csillárok, ezek lengedeztek. Ma már senki nem gondolna, hogy egy csillár leng, mert ugye, amikor elektromosan fölkapcsolják, akkor nem kell a csillárhoz hozzányúlni. Akkoriban viszont gyertyákat gyújtottak, és a gyertya gyújtása lóhatatlanul lengéseket kezdett végezni az inga. Föl lehet tenni a kérdést, hogy egy misa közben Galilei hogyan mérte meg az ingának a lengés idejét. Hát nagyon egyszerű, ami ott volt a keze ügyében, a csuklóján megmérte pulzussal. Tehát a pulzussal viszont, hogyha meg kell kérdezni, mennyire ismételhető, reprodukálható a pulzus, ez egy pici biológia ismeret kell, ha valaki beül egy nagyjából azonos hőmérsékletű helyre, és ott ül egy helyben, tehát nem csinál semmit, akkor rövid időn belül beáll a nyugalmi pulzus, ami, hogyha nem beteg az ember, akkor nagyjából állandó. Vagy nem beteg, vagy nem nagyon lestrapált. Tehát ez azt jelenti, hogy ha mondjuk egy komolyabb edzés után megy az ember, akkor lehet magasabb a pulzus, de jellemzően a nyugalmi pulzus az állandó, és azt vette észre, hogy akár kisebb, akár nagyobb lengésekkel, lengésű ingákat megvizsgált, akkor ezeknek a periódus ideje az nagyjából állandó volt. Ő ezt tudta megmérni az akkori módszerek segítségével. Hát nekünk is van itt egy ilyen ingánk, egy úgynevezett fonálingával fogunk kísérletezni. Ez a fonálinga, úgynevezett másodperc inga, amivel kísérletezni fogunk. Figyeljék meg, hogy egy nem túl nagy... Na jó, szóval akkor... Igen. Tehát egy nem túl nagy kitéréssel elindítjuk az ingánkat. Így. Ugye ez azt jelenti, hogy a nem túl nagy kitérés az praktikusan 5 foknál nem nagyobb kitérés. Jó reggel, tanár úr, akkor kamera mögé legyen szíves beállni. Hát akkor nem túl nagy kitéréssel elindítjuk. Ugye ez a kitérés, ez 5 foknál nem több. És ebben az esetben, hogyha 5 foknál nem több a kitérés, nem tudom, ki mennyire emlékszik a középiskolai tanulmányaiból arról, hogy ha valaki a plusz-minusz 5 fokban ábrázolja a színuszt, akkor az szinte alig térül el egy 45 fokos egyenestől. Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy a kitérítő erő az egyenesen arányos a kitéréssel. Ez plusz-minusz 5 fokig igaz, afölött egy a színusztól lényegesen eltér. Na, ebben az esetben azt nézzék meg, hogy itt van egy
óra nekünk, és akkor meg fogunk mérni 10 lengést, és a 10 lengés idejének elosztásával meg fogjuk nézni az ingának a periódus idejét. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, és ha megnézik, akkor ez egy úgynevezett másodperc inga. A másodperc inga az azt jelenti, hogy a tik és a tak ideje is ugyanannyi ideig tart, tehát a másodperc ingának a lengés ideje 2 szekundum, ez az óra, ha minden igaz, akkor 20 szekundumot mutat a kézügyességemet leszámítva, annyi az eltérés. Abban az esetben, hogyha meggondolják akkor, hogy ez ilyen egyszerű módon el lehet állítani egy másodpercet, akkor azt is lehet mondani, hogy akkor ezt használjuk mérésre, próbálják is használni mérésre, hogy az ingaórákat mindenki látott, és az ingaóráknak a működésével kapcsolatosan ugye próbálták azt mondani, hogy az lesz a méter, tehát volt ilyen időszak, azt mondták, hogy a másodperc ingának a hossza legyen a méter, de ez azért nem jött össze, ha jól meggondolják, mert ugye a Föld forog, és a Föld forgása miatt különböző szélességi helyeken más és más lesz a periódus idő. Ennek eredményeként, tehát akkor az így módon való mérés bevezetését elvetették. A következő kísérlet, amit szeretnék megmutatni, az az, hogy rövidíteni fogjuk az ingánkat. Az ingánk rövidítésének az lesz a feladata, hogy fele olyan hosszú ingát veszünk, így, és ennek a fele olyan hosszú ingának, ezeket szépen elrakjuk itt, ami biztos, biztos alapon, ismét megmérjük a periódus idejét. Hát ha van kedvük, akkor a ilyen hosszú periódus ingának, ha van kedvük, akkor megnézhetik. Ilyen hosszúságú ingának megnézhetik, vagy előre akár akarják, föl is írhatják a periódus idejét. Ismételten egy méréshez fogunk hozzáfogni. Tehát kitérítem az ingát, nem túl nagy kitéréssel. Lenullázok a órát. Jó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha megnézik, akkor amit tanultak a képletben középiskolából, 14 másodpercnél kell, hogy álljon az óra. Ugye ilyenkor a négyzetgyük L per G képlet miatt jön ki az 1,41 század másodperc. Hát ez csak egy ilyen emlékeztető volt a középiskolákból, és akkor nézzük tovább a kísérleteinket. A következőkben rezgéseket fogunk tanulmányozni, mégpedig úgynevezett translációs rezgéseket. Az első ilyen, amit meg fogunk nézni, figyeljék meg, hogy itt van két rugó, a két rugó között egy tömegpont. Ha én ezt a nyugalmi helyzetéből kitérítem és magára hagyom, akkor egy rezgést fogunk megfigyelni, egy úgynevezett harmonikus rezgést. Azt, hogy ez most harmonikus rezgés lesz, vagy nem lesz harmonikus rezgés, ez attól függ, hogy a rugóerő törvényünk milyen. Ha van kedvük, akkor fölírhatják az erre vonatkozó erőtörvényt. Az erre vonatkozó erőtörvény az nagyjából úgy néz ki, hogy az egyik oldalon van az M-szer A, a másik oldalon van a mínusz D-szer X, és hogyha ezt megnézik, akkor ez egy igen izgalmas egyenlet. Azt el lehet mondani, hogy az A-ról pontosan tudjuk, hogy az X-nek a második deriváltja, és akkor az M szer X két pötty egyenlő mínusz D szer X alakú egyenlethez jutunk. Ez egy úgynevezett differenciál egyenlet. Ennek a megoldásából fog következni az, hogy a
harmonikus lesz a rezgés. Nagyon fontos, hogy mi föltételeztük, hogy ilyen alakú, mínusz D-szer X alakú a erőtörvény. Ez azt jelenti, hogy ha nem ilyen rugónk van, akkor nem lesz. Tehát akkor egy másfajta megoldás van. Tehát itt azt kell látni, hogy egyenes arányosságot mutat ez az oldal. A differenciál egyenlet megoldásába mélyen nem fogunk belemenni. Kimondottan megtiltott a Kornis tanár, hogy ilyesmiről beszéljek. Tehát azt akarom csak az egészből kihozni, hogy abban az esetben, hogyha megnézik, akkor egy idő után a harmonikus rezgés elcsillapszik. Abban az esetben, hogyha ezt az összeállítást figyelik meg, akkor itt is látnak egy nyugalomban egy rugót, rajta függ egy tömegpont, egy súlyzó, én ezt kitérítem és magára hagyom, és azt fogják látni, hogy ez is rezgéseket fog végezni. Azt, hogy mennyire lesz szapora a rezgés, az egyik részről függ a tömegtől, valamint függ a rugónak a direkciós erejétől. No, hát akkor ezt érdemes volt megnézni. Azt látjuk, hogy ha huzamosabb ideig magára hagyjuk a testeket, akkor ezeket a rezgő rendszereket, akkor ezek meg fognak csillapodni. Ezért aztán nézzük meg a csillapodásnak a mikéntjét. Ezt a tömeget leakasztjuk erről a csavarrugóról, és el fogok helyezni egy másik tömeget, ami annyiban különbözik, hogy a végére egy ilyen rudacskán hozzátettünk egy korong alakú lemezt. Ennek a korong alakú lemeznek lesz komoly szerepe a csillapításban. És akkor azt figyeljék meg, hogy elhelyezzük egy olyan közegben, tehát az egészet úgy fogom elhelyezni, hogy egy vízben fog mozogni ez a korong. Kitérítem a testet, és magára hagyom, és azt fogjuk tapasztalni, hogy egy sokkal gyorsabb csillapodás jön létre. Megmutatom még egyszer, tehát kitérítjük, és amint látják, a csillapodás lényegesen gyorsabb lesz. Azt is meg lehet még egyszer mutatni, így itt van. A csillapodásnak a mértéke nem közömbös, és éppen ezért, hogyha az ember ezt a kísérletet végig akarja nézni, ugye egy paramétert változtatunk mindig, akkor az azt jelenti, hogy egy nagyobb méretű koronggal is kísérletezhetünk. Ez a nagyobb méretű korong, úgy szintén megkeressük, hogy hol van a nyugalmi helyzete, kicsit magára hagyjuk, majd kitérítem, és amint látják, ilyenkor már rezgés nem alakul ki, úgynevezett túlcsillapítás jön létre, aperiodikus rezgésnek is hívják. Tehát ezt meg lehet mutatni többször is. Szép lassan, öregurasan, cammogva éri el a nyugalmi helyzetét, azon már nem lendül túl. Ugye a csillapított rezgésekkel kapcsolatosan a következőt lehet mondani, hogy nekünk a differenciál egyenletünkben egy új tagot kell majd elhelyezni, és ez az új tag, ez úgy fog kinézni, hogy mínusz K-szor X 5, ha úgy tetszik, akkor ugye ez a sebesség lesz, és ez azt jelenti, hogy a differenciál egyenletünknek egy kicsit bonyolultabb megoldást kell majd keresni. A transzlációs rezgésekkel kapcsolatosan a következő kísérletet szeretném még megmutatni. Itt látható egy összeállítás. Nem csak ezt a rugót fogjuk most ebben a kísérletben használni, hanem használni fogjuk az asztalra felszerelt többi eszközt is. Mik ezek? Hát itt van egy toroid transzformátor. A toroid transzformátorral fogjuk meghajtani ezt a villanymotort. A villanymotornak a fordulatszámát tudjuk majd a toroid befolyásolni. Ez azt jelenti, hogy figyeljék meg, hogyha én itt szép lassan elkezdem forgatni ezt a tengelyt, akkor az áttételen keresztül ez az égszíj meghajtja ezt a körhagyót,
Azt hiszem, hogy ezt érdemes jól megfigyelni, ezt a körhagyót. Figyeljék meg, ahogy én ezt forgatom, akkor ez szépen körbe megy, és akkor ezen a rudazaton keresztül a rugónak az alsó pontját harmonikus rezgő mozgásra kényszeríti. És ez nagyon fontos, ez a szó, hogy kényszeríti, hiszen most már a kényszer rezgésekről fogunk beszélni. Azt érdemes megnézni, hogy a következőkben egy méréssorozatot fogunk elvégezni. Különböző fordulatszámokon megnézzük, hogy mekkora lesz ennek a golyónak az amplitúdója, a rezgésének az amplitúdója. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy ez a pont rezgése fogja kényszeríteni az egészet, ennek a pontnak az amplitúdója pedig állandó. Onnan tudjuk, hogy állandó, hogy ez a körhagyó menet közben a sugara nem változtatható, tehát egy állandó sugárral fog dolgozni. Akkor valójában, hogyha ezt a mérésünket ábrázolni szeretnénk, akkor egy olyan koordináta rendszert veszünk, aminek a függőleges tengelyén az amplitúdó, és a viszintes tengelyen pedig a motor fordulatszáma, ha úgy tetszik, ennek a pontnak a frekvenciáját fogjuk találni. Indítsuk el a mérést, és akkor egészen alacsony fordulatszámról indulunk, és akkor azt kell megfigyelni, hogy a villanymotorunk meghajtja ezt a részt, ez harmonikus rezgést végez, és ennek eredményeként nagyjából ez a két test együtt mozog. Tehát ez a felső, tehát itt fölül lévő, a két rugónak a közepén lévő golyó mozgása, tömegközéppontját, ha megnézik, akkor pontosan olyan lesz, mint ez. A fázisát is, és az amplitúdóját is meg tudjuk mondani, hogy körülbelül ugyanakkora. A fázis az azt jelenti, hogy ez egy harmonikus rezgőmozgással írható le. Ez is egy harmonikus rezgőmozgás. Ugye a harmonikus rezgőmozgást azt jellemezhetjük az amplitúdójával, vagyis a tágasságával, a frekvenciájával, vagyis a szaporaságával, és egymáshoz képest, hogy mekkora az a fázis helyzetük. Kimondható az, hogy ebben az állapotban, alacsony fordulatszámon azonos lesz az amplitúdó, azonos lesz a rezgés szaporasága, és azonos lesz a fázis helyzet is. Na most, abban az esetben, ha a frekvenciát elkezdjük növelni, akkor azt látjuk, hogy először is egy rezgésre kevesebb idő kell, valamint ezt fogunk minden más egyebet is megfigyelni. Szép lassan növelem a fordulatszámot, és ezt a fordulatszámnövelést azért teszem, hogy úgynevezett egyensúlyi állapotban vizsgáljuk meg a rezgést. Amit lehet látni, hogy most már a rezgés amplitúdója az nagyobb, mint a kényszernek az amplitúdója. Még markánsabban fog ez látszani, hogy a fordulatszámot szép lassan növelgetem. Azt hiszem, most már senki sem vitatja azt, hogy a golyónak az amplitúdó lényegesen nagyobb, mint a gerjesztő amplitúdó, és érdemes elmondani, hogy nagyjából a képletünk, amivel majd számolunk, ugye de még egy darabot hozzá kell tenni, a képletünk, amivel számolunk, az tulajdonképpen egy idő után már nem lesz alkalmas arra, hogy ezt használjuk. Azért nem lesz ez alkalmas arra, mert a rúgók, hogyha így fölülnek, tehát a rúgó az úgy összeül, hogy így teljesen összekoppan, onnantól fogva az egyenletes kitérés, tehát az egyenes arányosság már nem lesz igaz a rúgó erőre. Nos, az, amikor ez a rúgó itt kiakadt, az nagyon fontos jelenséget mutat meg nekünk, a rezonancia jelenségét, és azt kell mondjam, hogy önöknek nagy szerencséjük van, amíg visszapróbálom ide rodolfozni ezt a rugót, akkor a következőt szeretném elmesélni. Egyik alkalommal volt egy vendégprofesszor itt nálunk, egy éven keresztül, együtt dolgoztunk, és amikor ezt a kísérletet előre bemutattam nekik ott a szertáron, és ugyanígy elszakadt a rugó, mondta, hogy nagyon nagy baj,
hogy ez itt szakadt el, mert milyen didaktikus lett volna, órán szakad el. Úgyhogy önök fogadják szeretettel ezt a didaktikus jelenséget. Tehát akkor ott tartottunk, hogy a rezonancia környékére jutottunk el, és amint látják, itt már előjött az akkora tágasságú rezonancia, amikor már biztosan nem fogjuk a mínusz D/X alakot megkapni. Ha ezek után tovább növeljük a fordulatszámot, akkor azt vesszük észre, hogy a rezonancia tágassága egyre kisebb lesz. A rezgés tágassága egyre kisebb lesz. A fordulatszám, az, ahogy növeljük, növekszik és növekszik, és a hozzátartozó frekvencia az ugye egyre, az amplitúdó az egyre kisebb és kisebb lesz. Most amit érdemes még megnézni, megállítjuk a rezgést, és akkor hagyjuk, hogy az egyensúlyi állapot kialakuljon. Ha megnézi valaki azt, hogy ezt a testet, meg ezt a testet, hogy egymáshoz képest hogy mozognak, ezt leginkább akkor tudják megcsinálni, hogyha úgy néznek, mint egy kaméla, az egyik szemüket oda, másik szemüket oda irányítják, és abból meg lehet állapítani, hogy a két test egymással szembe mozog, vagyis most már a fázis helyzetünk az nem azonos. Azt, hogy a többi állapotban milyen a fázis helyzet, azt nem ebben a kísérletben fogjuk megcsinálni. Amit érdemes megnézni, hogyha lefelé csökkentjük a fordulatszámot, vagyis megcsináljuk visszafelé a mérést, akkor ugyanúgy egy meredekség, valamilyen meredekséggel előbb-utóbb el tudjuk érni, hogy kialakul a rezonancia. Tehát amint látják, im itt van a rezonancia, egyszer fölülről, egyszer pedig alulról közelítettük, tehát a növekvő fordulatszámmal és egyszer pedig csökkenő fordulatszámmal értük el a rezonancia jelenségét. A következőkben kicseréljük az eszközeinket, és egy újabb összeállítással megpróbáljuk megmutatni azt, hogy mit jelent az, hogy rezgés, szabad rezgés, csillapított rezgés és kényszerrezgés. Az eszközünk, amivel kísérletezni fogunk, a pólféle készülék. Így itt van a pólféle készülék, ígyni. És a pólféle készülékről szeretném megmutatni, hogy pontosan mit tud. Ez, amit itt jobbra-balra lehet forgatni, ez egy vörös részből készített teta tehetetlenségű korong, amely vízszintes tengely körül, tehát e körül a pont körül tud forgómozgást végezni. A koronghoz hozzárögzítettek egy spirálrúgót, ez a spirálrúgó másik vége pedig ehhez a karhoz van rögzítve, és hogyha most az ember nyugalmi helyzetéből kitéríti ezt a korongot és magára hagyja, akkor úgynevezett rotációs rezgéseket fog végezni. A rotációs rezgés az azt jelenti, hogy az előző kísérletben, amikor translációs rezgést néztünk, akkor a kitérést néztük időfüggvényében, tehát a kitérés volt az időfüggvényében, ebben az egy kísérletben a szögelfordulást fogjuk nézni időfüggvényében. Ez azt jelenti, hogy a rotációs rezgés periódus ideje lesz a mi számunkra izgalmas. Ha valaki kérdezi azt, hogy miben különbözik ennek a leírása, mint egy szabad rezgésé, ugye ott a szabad rezgésnél emlékeztetek mindenkit, hogy az M szer X két pötty, a mínusz D/X X-el volt egyenlő. Na most, a kísérletünkben, hogyha kitérítjük ezt a testet, egyre nagyobb és nagyobb kitéréssel veszük, akkor azt fogjuk tapasztalni, ahhoz, hogy eltérítsük egyre nagyobb szöggel, egyre nagyobb nyomatékot kell majd kifejtenünk. Tehát ez azt jelenti, hogy a D rugómerevségünk az ugye az newton per méter, itt pedig newton méter, tehát itt egy nyomaték per szög lesz a mértékegység. Tehát ez azt jelenti, hogy a fizikai mennyiség, amely időben változik, az a szögelfordulás lesz. Ott az elmozdulás, itt pedig a szögelfordulás.
Ha megnézi valaki, akkor az ide fölirandó egyenletet, az M helyére a teta fog bekerülni, ennek a testnek a szög tetetlenségi nyomatéka. Az X két pötty helyett be fog kerülni a szögelfordulás második deriváltja, amit amennyire tudom bétával szokás jelölni, legalábbis itt erre mifelénk, és az X helyett pedig fi szögelfordulást fogunk kapni. Tehát ez azt jelenti, hogy alakilag, matematikus szempontból egy ugyanazt az egyenletet fog kelleni megoldani, csak éppen a betűk lesznek benne mások. Tehát a tömeg helyett a tehetetlenségi nyomaték, a rugómerevség helyett a torziós rugómerevség, és az elmozdulás helyett a szögelfordulás fog szerepelni. Amint látják, ennek is van csillapítása, vagy csillapodása, és érdemes nekünk a csillapodásról továbbiakban beszélni. A továbbiakban a csillapítást azt nem vízzel fogjuk megoldani, hanem a készülék készítője az úgy csinálta meg ezt az egészet, hogy vett egy, mindjárt mutatom is, ugye azt vegyék észre, hogy ez vörös részből van ez a pólféle készüléknek, ez a billegő kereke. A vörös rész nagyon jól vezeti az áramot, és ezt fogjuk arra felhasználni, hogy itt van egy tekercs, ennek a tekercsnek a légrésében, tehát egy vasmagos tekercs, ennek a légrésében mozog ez a billegőkerék, és ez azt jelenti, hogy ha a billegőkerék mozog, a tekercsben áram folyik, akkor itt mágneses tér van, a mágneses térben, ha mozgatni szeretnénk a kiterjedt fémes vezetőt, akkor a Foucault-féle örvényáramok csillapításával fogunk találkozni, ezt fogják tanulni. Annyit azért mindenképpen hozzátennék, hogy sebességgel arányos, tehát ez azt jelenti, hogy kétszer-háromszor akkor a sebesség esetén, kétszer-háromszor akkor ellenállása lesz ennek a rendszernek. Na nézzük, hogyan lehet ezt megoldani. Van nekünk egy tápegységünk. A tápegységünk segítségével szabályozható áramot fogunk létrehozni. Akkor figyeljék meg, hogy amit én ide kikészítettem, az nagyjából is hozzávetőleg látszik. Elindulunk a negatív feléből, egy soros áramkört fogunk létrehozni. A soros áram, az ugye, amint látják, azt mondja, hogy innen megyünk a pozitívba, és innen pedig megyünk az áramkörbe vissza, az áramforráshoz vissza, így. Na most, ha az áramforráshoz csatlakoztatjuk tápegységet, és bekapcsoljuk, így, akkor, ezt itt valamiért itt elnéztem a kapcsolást, így, akkor azt kell megfigyelni, hogy ahogy én ezt növelem, egyre nagyobb és nagyobb áramerősséget tudunk létrehozni, azt hiszem, hogy megtehetjük, hogy az áramerősségünket 3 amperig fogjuk mérni. Tehát az alsó skálán kell majd leolvasni. Na most, azt, hogy áram nélkül a csillapodás mekkora, azt szerintem mindenki megfigyelheti. Így. Most ezek után állítsuk meg, állítsuk be az áramerősséget egy fél amper nagyságúra. Így, majd ezek után térítsük és hagyjuk magára. Szerintem nagyon jól látszik az, hogy az így módon kialakuló rezgés sokkal gyorsabban csillapszik az amplitúdója. Ha megnöveljük az áramerősséget duplájára, akkor eljutunk oda, hogy a rezgés sokkal-sokkal gyorsabban fog megcsillapodni. Ha növeljük tovább az áramerősséget, akkor ezen a részen azt veszük észre, hogy már nem alakul ki rezgés. Ismételten elő tudtuk azt az állapotot állítani, amit az előbb a csillapított transzlációs rezgésnél jelesül azt, hogy már nem alakul ki rezgés, a nyugalmi helyzeten túl már nem lendül. Ha ezek után tovább növeljük az áramerősséget, akkor ugyanott fog megállni, csak az beállási idő,
az egy kicsivel lassabb lesz. Nos, ezen a ponton érdemes egy picit megállni és elgondolkodni. Tehát van egy egyenletünk, ehhez ugye a K-szor X pötty helyett a K-szor Fi pöttyöt kéne odaírni, és tulajdonképpen a megoldása a differenciál egyenletünknek háromféle lehet. Vagy kialakul a harmonikus rezgés, vagy nem alakul ki a harmonikus rezgés, a periodikus rezgés alakul ki, és a kettőnek a határán, amikor a periodikus rezgés éppen már nem alakul ki, abban az esetben az úgynevezett határértékhez jutunk el. Ez azt jelenti, hogy egy olyan elválasztása lesz ennek a két rezgésnek, ami egy speciális eset. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben, ez igazolható, a legrövidebb idő alatt szűnik meg a mozgás. Érdemes ezt végig gondolni, hogy mit jelent ez a mérnöki gyakorlatban. Hát a mérnöki gyakorlatban a kialakuló rezgések legrövidebb idő alatti elcsillapítását, ha most így elkezdem így megfogalmazni, akkor egyre több embernek látom a szemén, hogy leesik a tantusz, és elkezdik érteni, hogy hoho, hát itt komoly dolgokról lesz szó. Nézzünk egy konkrét példát. Szerintem mindenki közlekedik, azt is tudjuk, hogy Budapestben, a városban az autóutak azok gödrösek, tehát azért, hogy az ember a gödrökben ne sérüljön meg sem az autó, sem önmaga, sem az áru, azért úgynevezett lengéscsillapítást, egy rezgést, egy rugózó tagot és egy lengéscsillapítást alkotnak meg. Annak, hogy ez a lengéscsillapító és a rugózás együttesen mikor lesz a leghasznosabb, ez már egy igen komoly feladat. Gondolják utána, hogy abban az esetben, hogyha a csillapítás az legyen egy gyönge csillapítás, ez azt jelenti, hogy a kocsi megy, belemegy a gödörbe, vagy rámegy egy fekvőrendőr, és akkor utána nagyon sokáig így lengeni fog. Abban az esetben, amikor a lengés a felső holdpontjára kerül, akkor ez azt jelenti, hogy a gépjármű abban a pillanatban fogja legkevésbé nyomni a talajt. Ahhoz, hogy a gépjárművet fékezni, gyorsítani és irányítani lehessen, az azt kell, hogy minél nagyobb legyen a surlódási erő. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor, amikor ilyen himbálózva megy az autó, akkor az praktikusan azt is jelenti, hogy legkevésbé lesz irányítható a holdpontokon. Nem tudom, mennyire világosan elmondok. Ha tovább megyünk, és akkor nézzünk egy villamosmérnöki gyakorlatot, talán mindenki látott már depréműszert, ha van kedvük, akkor nézzék meg. A depréműszerben is megtalálható ez a csavarrugó, bőtrebb ez a spirálrugó. A depréműszerben ehelyett, a rész helyett egy tekercset, egy síkbeli tekercset fogunk látni, amin van egy mutató, hogy ennek a kettőnek együtt van egy tehetetlenségi nyomatéka. Kornis tanár úrnak köszönöm, hogy ezt volt szíves megmutatni, de ebbe a műszerbe, hát, ha ide megyünk, akkor ide János, próbálj meg ide ráállni. Itt lehet ez mindezt látni, és ahhoz, hogy a depréműszer, amikor bekapcsoljuk, akkor ugye egy lengés alakul ki a mutatandó érték körül, és hogy ez a mutatandó érték körül a legrövidebb idő alatt megálljon a műszer, ahhoz egy csillapításra van szükség. Csillapítást meg úgy csinálnak, hogy ezt a mágnest, ezt egy állandó mágnessel alakítják ki, és ezt a hozzávaló lemezt, ezt ráteszik erre a depréműszernek el részére. Ez itt most itt elég jól takarva van, ebből sokat nem látunk. Minden esetre, ha van otthon depréműszerük, javaslom, hogy délután szedjék szét, és nézzék meg, hogy az hogy működik. Na most, ugye akkor tehát akkor még egyszer mondom, ez egy szélső értékszámítás lesz. A szélső érték az azt jelenti, hogy keresünk vagy egy minimumot, vagy egy maximumot. Ugye jelen esetben egy minimumot keresünk, hogy mennyi az a leghosszabb idő, amennyig mozogni fog ez a test. Ugye abban az esetben, hogyha lengéseket végez a depréműszer, akkor még nem tudjuk leolvasni. Ha túlcsillapítjuk, akkor meg öregurassan cammogva megy. Tehát egész egyszerűen a leolvasás, a legrövidebb idejű legolvasást ez a szélső érték fogja adni. Itt is meg tudjuk mutatni azt, hogy létre tudunk hozni kényszerrezgést. Na most akkor az elrendezésünk egy kicsit bonyolódik, de nem lesz túl bonyolult, minden esetre amit érdemes, azt meg is mutatom, hogy hogy néz ez ki.
Van nekünk itt egy, várjunk, csak egy picit átrendezem, mert a mérőműszerünket itt fogjuk tudni elhelyezni. Tehát két műszerünk is van. Hoppá. Tehát itt van egy villanymotorunk. Ennek a villanymotornak a segítségével, nézzék meg, ha ez a körhagyó itt mozog, akkor ezt a részt ezt így billegtetni fogja, és ez a billegtetés pontosan a rugónak a végéhez van kötve, teljesen hasonlóan, mint ebben az eszközben, ugye itt is a rugónak a végéhez kötöttük a kényszert. Tehát akkor most már semmi más tennivalónk nincs, csak hogy a műszereket kössük össze. Az első dolog, hogy a villanymotorunkat hozzákötjük a mérőműszerhez. A villanymotorunk olyan rendszerű, hogy a fordulatszáma az arányos a rákötött feszültséggel. Tehát kétszer-háromszor akkora feszültség esetén, kétszer-háromszor akkora fordulatszám fog létrejönni. Tehát akkor ez a fordulatszámmérőnk, és valamint tápegységhez hozzá kell kötni a villanymotort. Ugye a tápegységünknek külön van egy csillapítással kapcsolatos része is. Azt mondja, hogy ezt ide betesszük, így. Oké. Amit meg tudnak figyelni, hogy már most a feszültség nem teljesen nulla. Így. Amint látják, szép lassan el is kezdődött a kényszerítése a rezgésnek, és azt látjuk, hogy a feszültségünk nem túl nagy, itt tudom is, én 2,5 voltnyi feszültségnél tartunk. Amit érdemes megnézni, és most megkérem Kornis tanárat, hogy annyira vegye szűkre a képet, hogy ezt a részt lássuk, amennyire lehet szűken. Látunk egy fekete mutatót, és látunk két piros mutatót, és azt majd fogják tudni otthon is megnézni, meg látják most is, hogy a két mutató teljesen együtt mozog. Teljesen együtt mozog, a kettő azonos fázisban és azonos amplitudóval van. Ezt kell megfigyelni. Ha fordulatszámot növeljük, akkor hasonlóképpen az előzőekhez képest, egy nagyobb amplitúdójú rezgés fog létrejönni. És hogyha sikeres a beállításom, akkor már majdnem a rezonancia környékén vagyunk. Tessék megfigyelni, hogy a rezonanciát szépen elértük, vagyis egy olyan rezgést hoztunk létre, amikor a két végén gyakorlatilag a rezgés amplitúdója fölkoppan az ütközőre. A továbbiakban, ha növeljük a fordulatszámot, ott van, tessék megfigyelni, ha növeljük a fordulatszámot, akkor nem fog a rezgés amplitúdja növekedni, nem azért, mert nem tud, hanem azért, mert... Tehát most egy pillanatra megállítottuk fékezéssel, és amit érdemes megnézni, hogy az egyensúlyi helyzet beállása után, tehát a dinamikus jelenségek lecsengése után ellenfázisba fog rezegni a két test egymáshoz képest. Azt hiszem, ez szépen látszik. Annyit mindenképpen érdemes erről elmondani, erről az eszközről, hogy... Itt lehet látni legszebben azt, hogy a két rezgés ellenfázisban van, és az amplitúdót pedig folyamatosan csökken. Na most, amit szeretnék elmondani, hogy a fonálinggel kapcsán mutattam önöknek, vagy meséltem önöknek, hogy ez időmérésre lehet használni. Ha valaki egy kicsit járatos az órák világában, akkor az elmondhatja magáról, hogy egész biztosan, hogy ilyen jellegű szerkezetet az órákban is használnak, billegőkeréknek hívják, és ezek a billegőkerekes órák nagyon sokáig mutatták a pontos időt az emberek számára. Nézzük meg, hogy a billegőkerekes órának
illetve az inga órának milyen hasonló és milyen különböző tulajdonságai vannak. Hát ugye az első dolog, hogy a billegő kerekes óránk, nézzék meg, még egyszer elindítom, hogy lássák működni, a billegő kerekes óránk az gravitációmentes térben is fog működni. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy bárhova megyünk a billegő kerekes óránkkal, a gravitáció az nem fogja befolyásolni a működését. Még azt sem ígérjük meg, vagy azt sem tesszük kötelezővé, hogy a gravitációs óránk nyugalomban maradjon. Gondoljanak utána, hogy a digitális órák előtti időszakban a zsebórák, a karórák, azok kivétel nélkül ilyen billegő kerekes órák voltak, és ugye hát mindenki tudja, hogy a karja az embernek nem előírás szerint mindig önmagával párhuzamosan megy, hanem gyorsulhat, szöggyorsulhat. Tehát tulajdonképpen ezektől a mozgásoktól teljesen független, míg az ingaórákra ez nem mondható el. Közös az bennük, hogy mind a kettőt zavarja a hőfoknak az ingadozása. Az ingaóráknak az inga hossza, ahogy növekszik, hogy egyre lomhábban fog járni az óra, tehát a hőmérséklet növekedésével lassúbb lesz, a hőmérséklet csökkenésével pedig gyorsabb lesz. Ezt úgy lehet elkerülni, hogy úgynevezett hőfokkompenzált ingákat próbálnak készíteni. Ha van kedvük, írják föl maguknak most, hogy a keresőkbe írják be a hőfokkompenzált ingákat. Előszeretettel alkalmaztak úgynevezett invarfémet. Azok az invarfémek azok, amelyeknek a hőtágulásuk a legkisebb. Ez azt jelenti, hogy ezek a legkevésbé lesznek érzékenyek a hőfok ingadozására. Invarfémnek hívják. A billegőkerekes óráknak a hőfok függéséről ugyancsak el tudjuk mondani, hogy a hőmérséklet hatására megnövekszik az egésznek a mérete. Ennek eredményeként a tehetetlenségi nyomatéka is növekedni fog, és a tehetetlenségi nyomaték növekedésével pedig lomhább lesz az óra. A svájci óra készítőknek volt egy nagy titka, talán önök tudják, hogy a svájci óra még ma is nagyon drága, főleg a kézzel reszelt ilyen mechanikus svájci órák. Nos, ezeknek az igazi titka az volt, hogy ők ebben az esetben is meg tudták csinálni a hőfokkompenzációt. A hőfok kompenzációt úgy csinálták meg, megpróbálom fölrajzolni, úgy csinálták meg, hogy ugye ez a rész itt, ahol ami körül forog az inga. Itt van egy tengely, ugye erre a tengelyre fölrakták magát a billegő kereket. Ugye most a billegő kereket próbálom én szépen fölrajzolni. Úgy csinálták meg a billegő kereket, így, hogy a billegő kereket nem folyamatosan körbe megy, és nem öt, hanem csak két ágú volt ez a billegő kerék. Így csinálták meg. És ami legizgalmasabb volt a billegő kerékben, az az, hogy két különböző fémből készítették. Ennyi. Úgy csinálták meg, hogy ide kívülre, így, illetve belülre más hőtágulási együtthatójú fémet raktak. Tehát egy ilyen bimetálból készítették el. Ez a billegőkerék, hogyha megmelegítik, akkor az egész továbbra is ebbe az irányba is, meg ebbe az irányba is megnövekszik. Igen ám, de úgy van megcsinálva ez a kettős fémből elkészített, hogy ezek meg szépen így e körül a pont körül beljebb húzódnak, és ezzel tudták a hőfok kompenzációt megnézni. Ha beírják a keresőbe a hőfok kompenzált billegőkereket, esetleg ma németül vagy angolul, hogy gyönyörű fotókat lehet készíteni, vagy találni az interneten, hogy ezek a hőfokkompenzált kerekeknél ezt a részt, amit bejelöltem színesen, ezt kell megnézni, fogják látni, hogy eltérő színű fémekből vannak. Az az ember, aki nem nagyon tudja, hogy mit keres, az nem veszi észre, de ha valaki tudja, hogy hol és mit kell keresni, hogy gyönyörűbbnél gyönyörűbb órákat fognak találni, és ezek a hőfokkompenzált órák
hát több száz évig alaphelyzetben az emberek számára pontos időt mutatták. Föl lehet tenni a kérdést, hogy mennyire kell pontos idő az emberiségnek. Nem tudom, kinek mi az erről az elképzelése. Azt tudom mondani, hogy Marcus Chatoynak van egy gyönyörű filmje, a mérés mindenek előtt. Ez egy háromrészes BBC sorozat, tudom ajánlani a figyelmükbe. Ott elég sok mindent megtárgyalnak arról, hogy az idő mennyire volt fontos. Hogy régen mennyire volt fontos az idő, főleg a hajózásban, azt viszont akkor tudják meg, hogyha megnézik azt a filmet, amely az idő története, a pontos óra történetét mutatja meg. Ez az Egyesült Királyságban a hajózás számára, hogy meghatározni a helyet, azt, hogy éppen hol van egy hajó, egy óceánon, ahol nem látszik semmi, már úgy értem a partok, ugye az északi meg a hosszúsági fokokat, tehát a szélességi és hosszúsági fokokat kell meghatározni, ugye az egyiket ilyen tükrös, higanyos tükrös mérőműszeren be tudták állítani, szextánsnak hívták ezt a műszert, meg tudták mondani, hogy az északi és a sark és az egyenlítő között hol van az ember, megnézte egy csillagnak a delelését, és akkor ennek segítségével meg lehetett mondani, hogy pontosan hol van az ember. Igen ám, csak azt, hogy az erre merőleges irányban hol van, az viszont azon múlik, hogy mennyire pontosan tudjuk az időt. Most az Egyesült Királyságban, tehát Nagy-Britániának az egyik hadihajója egy pontatlanság miatt így csapatosan zátonyra futott. Ha van kedvük, mondom, ennek utána érdemes utána olvasni, illetve hát van is egy film erről, ami a pontos órák, az a órák pontosításáról szól. Itt azt kellett megoldani, hogy egy hajón, ami billeg, mindenféle egyéb mozgásokat végez, oda kellett egy olyan órát tervezni, ami egy hónap alatt adott esetben néhány másodpercet téved csak. Na, ugye ma már GPS van, ma már ezt kit érdekel, de aki szerette a történelmet, és meg akar érteni azt, hogy hogyan fejlődött a fizika, mi volt a fizika motorja, mert ugye ez egy igény volt, egy társadalmi igény, hogy pontosan tudjuk az időt. És a pontos idő az többek között azért, hogy a hajóink jól működhessenek. No, hoppá. Amit szeretnék még elmondani, az a következőkben, ugye most az első fél évben jellemzően mechanikával foglalkozunk, tehát amivel most fogunk továbbiakban foglalkozni, egy picit elektromosságtan lesz, de ne zavarja ez önöket, mert a rezgéstannak egy részét szeretném megmutatni önöknek. Itt több mindent látnak egyszerre, azért, hogy ez önöket ne zavarja, ezért én mindent lecsupaszítok innen, ami nem szükséges jelen pillanatban. Azért, hogy jobban átlássuk a dolgokat. Tehát, az első, amit szeretnék önöknek megmutatni, az egy oszcilloszkóp lesz. Az oszcilloszkóp az egy mérőműszer, amit mindenképpen ajánlok a figyelmükbe, mert, ja, bocsánat, ha nem dugjuk be a konnektorba, akkor még az oszcilloszkóp sem működik. Az oszcilloszkóp az egy vizsgáló műszer. Ez a vizsgáló műszer, igen, ez a vizsgáló műszer, ez tartalmaz egy kis pöttyöcskét, amelyik egyenes vonalú egyenletes mozgással mozog. Nézzék meg, itt most nagyon szépen látszik ez az egyenes vonalú egyenletes mozgás, és tehát tehát van egy katódsugár csövünk, a katód sugár csőben egy katód fényfoltot eredményez. Ezt a fényfoltot az oszcilloszkóp egyenes vonalú egyenletes mozgással tudja mozgatni. Ennek az egyenes vonalú mozgásnak a sebességét is tudjuk változtatni. Amint látják, most már sokkal gyorsabban mozog, és ha minél nagyobb sebességű mozgásra kényszerítjük, akkor egy idő után elveszítjük azt az élményt, hogy mozog. Egy vonalat fogunk látni. Amit érdemes még elmondani róla, hogy amikor a tehát amikor a képernyőből kimozdul
a folt, akkor abban a pillanatban egy elektronika gondoskodik, hogy kezdődjék előről. Tehát ez mindig ebbe az irányba mozog. Függőleges eltérítést úgy tudunk neki adni, hogy elektromos jelet adunk rá, tehát feszültséggel tudjuk eltéríteni, és ez azt jelenti, hogyha fogja az ember, és mondjuk a kétsugaras oszcilloszkópunknak az egyik sugarát ide szépen ráteszi, így, akkor mit is látunk? Ja, ezt is be kell kapcsolni. Jó, akkor azt látjuk, hogy két pontot látunk, egyelőre most még nem látjuk ennek az okát. A legfontosabb dolog, hogy ezeket a jeleket, pillanat, meg is tudjuk állítani. Most annyit azért szeretnék elmondani, hogy a rezgés, amit nézünk, az most össze-vissza mászkál. De ebben mi nem jövünk túlzottan zavarba, mert az oszcilloszkópunknak van egy szinkronizáló berendezése, hogyha ezt bekapcsoljuk, akkor abban a pillanatban meg is fog állni. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a jel egy szinkronizáló jelet is kibocsát az oszcilloszkóp számára, ennek eredményeként a vizsgálandó jelet állónak látjuk. Mindig ugyanabban a fázisban indítja el a vízszintes irányban a mozgást, ennek eredményeként mindig egymás fölé ugyanazokat a görbéket fogja rajzolni, és ezért aztán az oszcilloszkópunk segítségével meg tudjuk nézni, meg tudjuk jeleníteni magát ezeket a változásokat, és ha nagyon tetszik, akkor gyönyörűbbnél gyönyörűbb színuszos függvényt tudunk rajzolni abban az esetben, hogyha a jelgenerátorunk egy időben harmonikus rezgést hoz létre. Tehát itt az oszcilloszkópnak a feladata, hogy egy csillapítatlan harmonikus rezgést hozzon létre. Ennek a csillapítatlan harmonikus rezgésnek az időbeni lefutását képes az oszcilloszkóp megmutatni. Gondolom világos mindenki számára. Az oszcilloszkópról senki ne gondolja, hogy elmondtam mindent, amit lehetett. Annyit szeretnék elmondani, az oszcilloszkópnak egy időben lehetséges kettő darab jelét is megvizsgálni, és ennek az egy időben két jelnek a vizsgálatnak a segítségével fogjuk megnézni, hogyan lehet a csillapított és a kényszerrezgést megvizsgálni a harmonikus rezgések esetén. Tehát azt fogjuk csinálni, hogy veszünk egy rezgőkört. Nézzék meg, a rezgőkör áll egy induktivitásból, egy kapacitásból és egy állítható csillapításból. Ha valaki kíváncsi erre pontosan ez az állítható csillapítás mit jelent, ez nem más, mint egy potenciométer. Így nem. Így. Tehát, akkor a jelgenerátorunk segítségével rezgésbe hozzuk a rezgőkört. Erről a rezgésről kapunk jelet, ím itt is van. Ahhoz, hogy a csillapított rezgést jól meg tudjuk figyelni, ahhoz egy kicsit szaporább rezgéssel fogunk foglalkozni, és nem színuszos jelet, hanem négyszögletes jelet, tehát úgynevezett négyszög jelet fogunk alkalmazni. Tehát, hogyha most megnézi valaki, akkor azt lehet látni, hogy a rezgésünk olyan, hogy ebben a pillanatban ideugrik a feszültség oda, tehát egy négyszög jelet látunk. Az oszcilloszkóp különböző pontjaival, tehát be tudjuk állítani, hogy a négyszög rezgés az ide fölülre kerül. Most meg tudjuk majd nézni azt is, hogy a rezgőkörünk erre a négyszög jelre hogyan válaszol. Hogy mindenki értse, hogy pontosan mit is jelent ez a négyszög jel, megpróbálom lefordítani mechanikusra. Képzeljenek maguk elé egy hintát. Hintát megfogja az ember, kitámaszt, ki húzza és elengedi. Ez a pont, amikor itt ezen a részen vagyunk, itt engedjük el a hintát, az szépen át fog ide lendülni, és itt ki fog alakulni egy rezgés. Amikor a rezgés elcsitul, akkor a hintát épp ellenkező irányba húzzuk, és ott úgy szintén magára hagyjuk. Tehát ez azt jelenti, hogy ilyen impulzusokkal lögdössük periódikusan a rezgőkört, és olyan hosszú impulzusokat választottunk, hogy ez alatt a szakasz alatt a csillapodás
jöjjön létre. Na, hogy is néz ez ki? Ez úgy néz ki, hogy megnézzük a másik jelünket is, tehát most már még egy jel van, és ennek a másik jelnek pedig, ha jól megfigyelik, akkor itt van a képe. Így egy kicsit még adunk az intenzitásnak, és akkor azt lehet látni, hogy amikor a jelgenerátorunk oldalba rúgja, ezt most idézelben mondom, oldalba rúgja ezt a rezgőkört, akkor a rezgőkör e körül az érték körül rezgéseket fog végezni, azokat rezgéseket fog végezni, amikor ez a rezgés elcsapozott, akkor egy másik irányba fogjuk oldalba rúgni, ami számunkra izgalmas, egyetlen egy darab ilyen csillapított rezgést szeretnénk látni. Világos a dolog, itt azért szeretném mondani, hogy lássák, hogy van egy négyszögjel, a négyszögjellel periódikusan oldalba rúgjuk a rezgőkört, és amikor a rezgőkörnél úgy vannak megválasztva négyszögjel paraméterei, hogy a lecsillapodás után rúgjuk a másik irányba oldalra. Ezért aztán, ha egy ilyen részt kinevezünk magunknak, akkor nekünk már csak ezt kell megvizsgálni, és akkor figyeljék meg, hogy egy darab ilyen rezgés állapot előidézhető, és így itt van a csillapított harmonikus rezgőmozgás. A csillapított harmonikus rezgőmozgásnál itt fogom elmondani, de az összes többi oldalra vissza kell menni ehhez a részhez. Mit jelent ez? Azt, hogy a csillapítás sebességgel arányos, az teljesen világos. A negatív előjel az azt mutatja, hogy mindig a mozgással szembe megy. Tehát ez azt jelenti, hogyha meggondolják, amikor ez a korong mozgott, akkor ez a korong, amikor lefelé ment, akkor mindig a mozgással ellentétes irányú erővel lehetett mozgatni. Még azt nagyon szeretném a figyelmükbe ajánlani, hogy ez a rezgés, csillapítótag sohasem lehet surlódás. Gondoljanak utána, a surlódás nem sebességfüggő. Közegellenállás lehet, ezért alkalmaztuk azt, hogy vízben mozgott ez a korong. Ugye teljesen világos, azt, hogy mennyi idő alatt fog csillapodni a rezgés, az nagyon erősen függ a K-nak az értékétől. A K-nak az értékét nagyon széles tartományban tudjuk mozgatni, vagy változtatni ebben az elektromos rezgőkörben, és figyeljék meg, hogyha változtatom, akkor ez egyre jobban és jobban csillapszik, míg nem kialakul az úgynevezett aperiódikus határeset. Ennek egy kicsit, hogy jobban lehessen látni, tehát akkor azt lehet majd megfigyelni, hogy ugye íme itt van, ezen a ponton az aperiódikus határeset előáll. Természetesen, ha tovább növelnénk a csillapítást, akkor ez a görbe ez nem ide futna be, hanem ide valahova ide, de akkor jönne létre, hogyha ennek az értéke még tovább csökkenthető lenne, tehát az, amit egy periódus alatt ki tud szedni a jelgenerátorból, de ez már tönkretenné az jelgenerátorunkat. Tehát a jelgenerátor tilos rövidre zárni, ez viszont ugye rövidre zárással jelenne meg, ezért aztán csak az aperiódikus határesetig mutatjuk be magát a rezgést. Tehát amit lehet látni a kísérletben, az nem más, mint hogy mennyire gyorsan csillapodik el a rezgés. Azt, hogy mennyire gyorsan csillapodik el a rezgés, az nagyon sok esetben fontos, és a rezgés csillapodásának mértékegységéként, vagy mértékére az úgynevezett logaritmikus dekrementumot szokás használni. Tessék fölírni ezt a fogalmat. Logaritmikus dekrementum. A logaritmikus dekrementum az azt jelenti, hogy ugyanabban az irányban vesznek két egymás után jövő maximumot, vagy két egymás után jövő minimumot, és ennek veszik a hányadosát, két maximumnak, és annak a logaritmusát. Megmutatom, mit jelent ez. Nézzék meg, itt van egy maximum, és itt van az utána következő maximum. Ennek meghatározzuk a számszerű értékét, meg ennek, a kettőnek a hányadosa,
az egy pozitív érték lesz abban az esetben, ha mind a kettő pozitív. Pozitív lesz, ha mind a kettő negatív. Tehát ezért mondom, két egymás utáni maximum, vagy két egymás utáni minimum hányadosának logaritmusa. Ugye ez az, arról ad választ, hogy ez a logaritmikus zeken mennyire gyorsan csillapodik a rezgés. A rezgésnél a csillapodási időt úgy is meg szokták határozni, hogy a maximum értéke mikor csökken valahány százalék alá, és akkor azt mondják, hogy ezt az időt tau-nak nevezik, ez alatt a tau alatt nem csökken nullára, de valamilyen nagyon kicsi értékre, ezzel is még szokás a csillapodás idejét jellemezni. Ugye látták, hogy hogyan lehet előállítani csillapítatlan rezgést, láttuk, hogy a csillapított rezgésről hogyan lehet megvalósítani, és most meg fogunk nézni egy olyan rezgést, ami kényszerrezgés. A kényszerrezgés az pedig úgy fog kinézni, hogy először is megnézzük a dolgainkat, pillanat csak, hogy mindenki lássa és tudja követni, hogy én mit is csinálok. Tehát van itt a bemenőjel, meg a kimenőjel. A bemenőjelet változtassuk színuszosra. Tehát látják, hogy a színuszos jel lett a bemenőjel, és most meg kell növelnünk a frekvenciát. Ez azt jelenti, hogy a frekvencia növelés a 100 kHz-re mentünk át, tehát itt 1-es van benyomva, ez a gombon be van nyomva a 100 Hz, be van nyomva a színusz. Azért, hogy lássuk a számunkra izgalmas dolgokat, ezért meg fogom mutatni önöknek, hogy hogy néz ki a bemenőjel és a ráadott válasz. Ez azt jelenti, hogy ennek a rezgőkörnek a 100 kHz az egy alacsony frekvencia. Ugye olyan alacsony frekvencia, mint amikor az elején megmutattam, hogy lassan mozgott, és ez a pont meg ez a pont együtt mozog. Nézzék meg azt, hogy azonos fázisban és azonos amplitúdójuk ezen a képen gyönyörűen látszik. Ugye jól látják? Na most, semmit tennivalunk nincs, csak azt fogjuk megtenni, hogy először is figyeljék meg, hogy csak ehhez a gombhoz fogok hozzányúlni, ami a frekvencia növelését fogja tenni, és azt, hogy ennek a felső rezgésnek mekkora a tágassága, az állandó lesz. Vagyis ez azt jelenti, hogy állandó amplitúdójú, ahogy itt ennek a rezgésnek a tágassága állandó volt, ugye a jelgenerátorunknak a tágasságát, a rezgés tágasságát ezzel a gombbal lehetne beállítani. Most mi lementünk egy nem túl nagy értékre. Nézzék meg, a frekvenciát elkezdem növelni, és egyszer csak a válaszjelünk, nézzék meg, hova elnövekedett. Látják? Most megkeressük a maximum értéket, és hogy ez beleférjen ez nekünk ide. Ezért azt fogjuk csinálni, hogy ezt most csak valójában függvénytranszformáció, tehát nehogy megijedjenek, én nem semmiféle gazemberséget nem akarok ígyni, csak hogy tele legyen a képernyő, hogy jól lehessen látni, amit szeretnénk. Na, akkor nézzük meg még egyszer. Ugye alacsony frekvencián azt lehet mondani, hogy ha két rezgést egymásra húzzuk, akkor ez a két rezgés teljes egészében fedi egymást. Az amplitúdójuk és a fázisuk is megegyezik. Elkezdünk menni tovább, és akkor azt látjuk, hogy az amplitúdó elkezd növekedni. Egyre nagyobb és nagyobb. Ha jól megfigyelik, megtehetjük azt, hogy most a felsőt húzzuk le ide, így. Ezt egy picit megnagyítom, csak azért, hogy lássák, hogy a két rezgésnek már nem azonos a fázis helyzete. Egymáshoz képest ezek a hullámok így elcsúsznak. Még jobban látszik, hogyha elmegyünk egy kicsit idébb. Itt tessék megnézni, a rezgés amplitúdója ezen a részen egybe van, és ez szépen csúszik el ehhez a magassághoz képest, ugye az a rész megy abba az irányba. Így. Látják, itt a maximum értéknél éppen, ha jól megnézik a két részt, akkor éppen píféle a tolás, vagyis 90 fokkal eltolódik a kényszerrezgés és a ráadott válasznak a fázis helyzete, miközben az amplitúdó maximumra növekszik. Ha tovább növeljük a frekvenciát, tovább csúszik a fázis, és beáll az ellenfázis. Látják, ugye? Tehát most éppen a két rezgés egymással szembe van.
látják, figyeljék meg a csúszást, jó párszor meg fogom mutatni, ha van kedvük, akkor majd eljön az idő, megnézik ezt a felvételt, és akkor ezen a felvételen eljátszogathatnak, hogy különböző fázis helyzetek különböző frekvencián hol jönnek elő. Nos, világos, amit mutattam, ugye? Ha most fölrajzolják ezt a görbét, amelynek a függőleges tengelyén az amplitúdó van, a vízszintes tengelyén a frekvencia, akkor azt fogják látni, hogy egy görbét fogunk kapni, egy ilyen érdekes görbét, Kornistán majd föl fogja rajzolni, ennek a görbének izgalmas a magassága, és izgalmas az, hogy mekkora a szélessége. Mindjárt elmondom, hogy nagyjából ezt hogy kell érteni. Csak itt picibe fölrajzolom ezt a görbét, így. Ugye ide fogjuk rajzolni a frekvenciát, ide fogjuk rajzolni az amplitúdót. Először is nem nullából indul, mert látták, hogy akármilyen lassan járattuk, azért a golyónak a rezgése, a tágasága nem volt nulla. Lesz egy meredekség, és utána ez fogja magát, így lemegy. Ez a maximum amplitúdó, ez a rezonancia frekvencia, és ez az amplitúdó maximum. Ami egy mérnökember, egy villamosmérnök számára nagyon fontos, hogy ennek a görbének mekkora a magassága, és egy ennek a szerkezetnek mekkora a szélessége. A szélességét, mint definíciót úgy fogjuk menni, hogy megnézzük ennek a magasságát, ezt a magasságot megfelezzük, tehát ez a magasság, meg ez a magasság ugyanakkora, és ebből a pontból levetítünk ide egy értéket, meg ide egy értéket. És ezt a távolságot, amit én itt vastagon bejelölök, ezt hívják félérték szélességnek. Értik a mondatot így most, ugye? A félérték szélessége. Ugye ez azt jelenti, lefordítom, ha van valakinek egy rádiója, szeretné a rádión behangolni, mondjuk a Kossuth rádiót, és akkor, hogyha nagyon-nagyon magas ez a rész, akkor azt lehet mondani, hogy nagyon érzékeny lesz a rezgőkörünk, de a webvel együtt a félértékszélesség borzasztóan fog lecsökkenni. Ha nagyon nagyra vesszük a félértékszélességet, akkor előfordulhat egyszerre három adót is hallunk. Ha valaki még ilyet nem hallott, ha menjen haza, kérdezze meg az apját, nagyapját, legalább ilyen ősszavi embert, mint én, hogy a Kossuth rádiót mutassa meg, hogy hogyan lehet megtalálni középhullámon, hogy hogyan lehet megtalálni a Petőfi rádiót. És fogják látni, hogy egyszerre tekergeti az ember, és egyszerre két-három adót is hallhat, vagy pedig az érzékenység, ha nagyon kicsi, akkor nehéz beállni a rádióra. Tehát ez megint egy olyasmi irányba mutat, hogy a rezgőkör jóságát szokták ennek megadni, ami ugye a jóság az nem egy dologból tevődik, és ez nem egy emberi tulajdonság. Tehát az, hogy mennyire könnyű lesz meg behangolni a rádiót, ez elsősorban az amplitúdó modulált dolgoknál volt izgalmas, ma már minden digitális, úgyhogy ebből már kevesebbet fognak látni, hiszen a legtöbb rádió már nincs ilyen kereső potenciométer, vagy ilyen kereső forgatógomb, hanem egész egyszerűen csak begépel az ember, hogy milyen frekvenciát akar hallani, és azt beállítják valahogy, ami már egy egészen más dolog. No, hát akkor elköszönünk a rezgésektől, és hogyha elköszöntünk a rezgésektől, akkor belekezdünk abba, amit a rezgések után jön, azok pedig a hullámok. A hullámok, hogyha meggondoljuk, az nem más, mint egy közegben, egy rugalmas közegben a rezgés tovaterjedése. Nagyon egyszerű dolgunk van, veszünk egy rugalmas közeget, ez a rugalmas közeg jelen esetben egy egydimenziós rugalmas közeg, és ezt az egydimenziós rugalmas közeget megfeszítjük, és ennek a mozgását fogjuk majd megpróbálni megérteni. Hát ugye a hullámokat, amikor az ember elkezdi osztályozni, akkor több szempont van. Az egyik szempont, hogy hány dimenziós a közeg. Ez a közeg, ha jól megnézik, egydimenziós. Az a mérete az egydimenzió, ami így függőlegesen, illetve egy vízszintesen van, az azt mondjuk, hogy gyakorlatilag elhanyagolható ahhoz a mérethez képest. Ezért ezt egy egydimenziós, rugalmas közegnek fogjuk hívni. Mindenki látott már őt, hogy pocsolyába beledob az ember egy követ, vagy
kicsit nagyobb pocsolyába, Balatonba, és akkor ennek eredményeként azt fogja tapasztalni, hogy felületen hullámok indulnak el. De akkor is hullám keletkezik, amikor egy motorcsónak megy, vagy felszáll egy madár, vagy efféle. Ezek úgynevezett kétdimenziós hullámok. És van a háromdimenziós hullám, ezen kommunikálok önökkel, megpróbálok hangot kibocsátani, és a tanterem minden pontjába elmegy, tehát három dimenzióba terjed. Lehet a hullámoknál a gerjesztés szerint is osztályozni, lehet folytonos és ilyen impulzív, ilyen pulzusszerű hullámkeltés. Hát most az elsővel fogunk kezdeni, a hullámkeltéssel. Figyeljék meg, hogy én itt létrehozok egy zavart, és ez a zavar tova terjed, hogyha megnézik, én itt megütöm, keletkezik egy ilyen V-betű alakú deformáció, és ez a V-betű alakú deformáció végigmegy, és egy idő után megjelenik ott a másik végén, a másik végéről visszaverődik, és érdemes megnézni, hogy ami hullám völgyként ment, az hullám hegyként verődik vissza. Látják? Így itt van. Ez azt jelenti, hogy rögtön már mérhetünk is dolgokat, ha van kedvük, akkor stopperórát ragadnak, meg egy mérőrudat, megmérik, hogy innentől odáig az mennyi, megmondom maguknak 16 méter és 4 cm, innentől odáig, és hogyha egy stopperórát vesz az ember, akkor azt mondom, hogy amikor én ide ráhúzok egyet, akkor megnyomjuk a stopperórát, amikor oda megérkezik, megnyomjuk még egyszer, és az ismert út és időből meghatározható hullám terjedési sebessége. Szerintem ez tök világos. Azt akarom mondani, hogy a hullámban, akár hiszik, akár nem, energia is terjed. El tudják ezt képzelni? Tegye fel a karját az, aki úgy gondolja, hogy van valami ötlet, hogy hogyan lehetne igazolni, hogy hullámban energia is terjed. Na, mondja, de jó hangosan, mert süket vagyok. Amit mond, az minden bizonnyal jó, csak nagyon bonyolultan fogalmazzam. Én szeretek egyszerűbben fogalmazni. Gondolják el, hogy én itt megdeformálom ezt az alakot, ilyen valami ilyesmi alakra, így. Ilyesmi alakra, ahhoz, hogy ezt deformáljuk, az energia szükséges, igaz? Na most akkor ez az alak megy el arra, és akkor az az energia, amit itt befektettünk, ott lesz. Na most ez nem teljesen világos, vagy aki kétkedik ebben, annak azt javaslom, hogy a másik oldalon álljon oda, hogy éppen így álljon a feje fölött a gumirugó, vagy a gumiszál. Én itt ráhúzok egyet, és ott kap egy nagy kokit. Hát az világos, hogy az energia, amit itt bevettem, azt ő ott megkapta. Tehát akkor, ha valaki nem hiszi, akkor tessék oda fáradni. Úgyhogy, de egyébként a fizika, mint mondani akartam, nem hiten alapul. Ugye azt észrevették, hogy a hullám terjed a térben, a térhez, a széléhez elérkezik, akkor ott valami fog történni. Attól függően, hogy milyen a széle, lehet fixen rögzített, lehet olyan, ami szabadon el tud mozogni függőleges irányba, ennek eredményeként ezekről a részekről visszaverődés történik. Abban az esetben, hogyha fix rögzítés van, akkor a visszaverődés ugye éppen ellenfázisban történik, a hullámban érkező hegy, völgyként érkező hegy, hullám hegyként verődik vissza, és ez akkor lesz igazán izgalmas, amikor folytonos hullámokat fogunk kelteni. Tehát képzeljék azt el, hogy az egyszeri rásuhintás helyett egy periódikus gerjesztést alkalmazunk. Figyeljék meg, hogyan. Fogom, és akkor elkezdem ezt a periódikus gerjesztést csinálni. És nézzék meg, most még maguk nem látják, de jövő órám majd is szépen meg fogom mutatni, hogy ugye ez, hogy ez alakul ki, ez a hullám, ez annak következtében alakul ki, hogy az a hullám, amit korábban indítok, és elérkezik és visszaverődik, az a rezgés állapot minden egyes helyen
összeadódik a később érkező hullámból származó rezgés állapottal. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy úgynevezett állóhullámok alakulnak ki, de állóhullámok akkor és csak is akkor alakulnak ki, hogyha a geometria méret, a frekvencia és a hullám terjedési sebessége együttesen meghat egy értéket. Ha gerjesztés szaporasságát megnövelem, figyeljék meg, megpróbál megállítani, gerjesztés szaporasságát megnöveljük, akkor el lehet érni, hogy egy másik állóhullám alakul ki. Látják, most már nem a közepén van a legtágasabb rezgés, hanem a közepén, ahol a legtágasabb rezgés lenne, ott éppen az amplitúdó nulla. Na most még egy dolgot szeretnék mutatni, hogy ez egy olyan gerjesztés, ami egy egyenes mentén történt. Meg lehetne tenni azt is, hogy fogja az ember és ebbe az irányba rezgeti, így. És akkor ugye matematikusan szokták mondani, hogy és ezek lineáris kombinációja, nem tudom, mértik-e, úgynevezett cirkulárisan poláros hullám. Nézzék meg, itt van ném. Ugye itt minden egyes pont egy körpályát mozgat, ugyanúgy, ahogy a kezem is körpályán jár, vagyis ez azt jelenti, hogy a gerjesztés cirkulárisan poláros, a hullám is cirkulárisan poláros lesz. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, további szép napot, vigyázzatok magatokra!